Most látogatunk el a Körösvölgyi Látogatóközpontba és Állatparkba. Mit tudhatunk erről a parkról? Ez a Csáki Bolza kastély és az Anna Liget tulajdonképpen így vált híressé. Hosszú ideig itt a háború után ugye a nemesi családtól elvették ezt a birtokot, és aztán a kutatóintézet, az öntözési kutatóintézet üzemeltette. Majd a rendszerváltozás után került a Nemzeti Park megalapításakor a Földművelési Minisztérium vagyonkezelésébe, és azóta a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság székháza üzemel itt. És hát aztán a Nemzeti Park létrejöttével megkezdődött az ökoturisztikai és környezeti nevelési munka is az igazgatóságon, és ennek az egyik fő állomása volt, hogy 2003-ban pályázati forrásból megnyílt a Körösvölgyi Látogatóközpont, illetve itt az Anna Ligetben pedig egy tanösvényt adtunk át. Az eltelt 12 évben nagyon sok programot hoztunk létre, illetve állandó kiállítás van a látogatóközpontban a Dél-Tiszántó természeti értékeiről, kialakulásáról, táji értékeiről, és időszaki tárlatoknak is rendszeresen otthont ad a látogatóközpont. Az Anna Ligetben pedig erdei iskolás programok, környezeti nevelési programok, családi programok, különböző ökoturisztikai programokat valósítunk meg. Az állatpark az egy legújabb fejlesztés, és tulajdonképpen. Tavaly nyitotta meg a kapuit július végén, és azóta már több mint 20 ezer látogatót fogadtunk. A téli időszakban zárva tart az állatpark, de március 14-től október 31-ig látogatható. És az állatpark fő célja, hogy a Dél-Tiszántúl élő világát mutassam be testközelből az ide látogatóknak, hiszen sok természetbarát túrázás alkalmával esetleg csak nyomait látja vaddisznónak, gímszarvasnak, vagy őzet is messziről lát. Itt ezek az állatok mind fellelhetőek, illetve olyan fajokat is bemutatunk, akik nem őshonosak Magyarországon, de betelepültek ilyen inváziós fajként, mint például a mosómedve vagy a nyestkutya. Továbbá az európai bölény, itt a hátam mögött a legnagyobb attrakció, ami egy fajvédelmi program keretében került ide Lengyelországból, a Budakeszi Vadasparkba, és aztán onnan ide Szarvasra a Körösvölgyi Állatparkba. Azt kell tudni a bölényről, hogy több száz évvel ezelőtt honos volt ezen a tájon, tehát nem idegen a Tiszántúltól a bölény, de az utolsó példányát a vadonban 1700-as években lőtték ki Erdélyben. És az európai állománya és a világ állománya is összeomlott ennek a fajnak, nagyon kevés egyed maradt fenn, így a 20. századnak a 20-as éveiben nemzetközi összefogás jött létre, és a bielovizsai erdőben, Lengyelországban hozták létre a bölény rezervátumot, mert ott volt egy utolsó írmagja tulajdonképpen a populációnak, és aztán ezzel a nemzetközi összefogással sikerült felfejleszteni úgy a világállományát, hogy most jelenleg egy 4-5 ezer példány él a Földön. Fajvédelmi programok keretében több ország állatkertjeiben ott vannak a bölények, és a szaporulatot azt pedig most már elkezdték visszatelepíteni olyan élőhelyekre, amik még fennmaradtak, csak a bölény hiányzik, így például a Kárpátok déli részére is már két ütemben telepítettek vissza európai bölényeket. Most pénteken kerül megrendezésre egy nagyobb szabású rendezvény. Itt milyen programokon vehetnek részt az ide látogatók? Hogyan fog ez felépülni? Igen, hát a látogatóközpontnak volt egy kialakult program listája, és aztán azzal, hogy az állatpark létrejött, azzal újabb lehetőségek nyíltak meg. Ilyen például az Állatkertek Éjszakája programsorozat, ami negyedik alkalommal kerül Magyarországon a hazai állatkertek és vadasparkok részvételével megrendezésre, és ehhez a programsorozathoz már most már kapcsolódni tudtunk mi is. Ez az úgynevezett éjszakázó program lesz, tehát egy ilyen izgalmas esti éjszakában nyúló program családoknak, fiataloknak, természetbarátoknak. Itt a Körösvölgyi Látogatóközpontban 6 órakor kezdődnek a programok délután. Érdemes pontosan érkezni, mert egymás után jönnek szépen sorba, rovarászati előadás lesz, 7 órakor kezdődik a látványetetés, és aztán 9 órakor pedig kezdődik a maga az éjszakai túra szakvezetéssel itt az állatparkban, ami azért is érdekes, mert az ilyen éjszakai programokat általában szeretik a családok, ugye a Fülemülék éjszakája vagy a Szent Ivánéi program, ezek már régóta vannak itt a látogatóközpontban, és mindig lelkesen jönnek, izgalmas más fényekben, más hangokat lehet hallani,
hallani az éjszaka folyamán. Ha szerencsénk van, akkor a csillagos égboltban lehet gyönyörködni, és amellett, hogy ugye körbejárunk az állatparkban, amellett az Annaligetnek a természetes élővilágát is megismerhetjük, hiszen itt a parkban azért nagyon sok olyan madárfaj él, és gerinces faj él, ami természetesen él itt a területen. A rendezvény alkalmával milyen konkrét programok lesznek, és esetleg milyen állatokat tudnak megnézni az ide látogatók? Hát a rendezvény keretében lesznek különböző játékok gyerekeknek főleg, meg hát bárkinek, aki a természetismereti tudását próbára akarja tenni. Ezen kívül lesz rovarcsapdázós bemutató, tehát ugye az éjszakához kapcsolódóan ugye sok rovar éjszaka aktív, és ilyen lámpás csapdával közelről meg lehet nézni. Danyik Tibor volt kollégánk jön el, és ő fogja ezt az izgalmas bemutatót tartani. Akkor vadállatsimogató lesz, két sakálkölyök került ide a látogatóközpontba a Szegedi Vadasparkból, őket lehet majd simogatni, velük ott lesz gondozó, és hát lesz, amikor pihenni fognak, mert azért ugye nem lehet őket nagyon szekírozni, de több alkalommal ki lesznek hozva a boxból, és akkor lehet a kis sakálkölyköket simogatni. Aztán lesz látványetetés, ez 7 órakor indul, itt meg lehet nézni, több jószág akkor kapja meg az esti adagját, és akkor nem csak azt látjuk, hogy bennül a kutricájába, hanem az, hogy ahogy éppen ráveti magát a táplálékra. Igen, és akkor ezek után pedig 21 órakor indul majd a szakvezetéses túra körbe az Annaligetbe, ahol a látogatóközpontból a kedves kolléganőm fogja az ellenlámpával felszerelkezett csapatot körbevezetni az állatparkban. A belépődíjakról mit tudhatunk? A belépődíjak, tehát a programon való részvétel az nem feláras, hanem sima belépőjegyet, aki vált a látogatóközpontba, az részt tud venni ezen a programon. Ez egy kivételes alkalom lesz, viszont ezek után a későbbiekben lesz még valami hasonló, vagy részt vehetnek-e majd az ide látogatók különböző programokon? Természetesen a turisztikai szezon az október 31-ig tart. A nyitvatartásunk az úgy néz ki, hogy augusztus 31-ig minden nap várjuk a látogatókat, tehát a hét összes napján. 9 órától 6-ig még a nyári időszakban a pénztár nyitva van, és akkor csoportok bejelentkezésével szakvezetés kérhető, kenukölcsönzésre van lehetőségük minden nap, de ha szakvezetést igényelnek a vizitúrához, akkor azt is előzetes bejelentkezés alapján meg tudjuk oldani, illetve kerékpár kölcsönzésére is van lehetőség a látogatóközpontban. Oda is lehet szakvezetést kérni, azt is nyilván akkor előzetesen egyeztetni kell. Ezen kívül időszaki tárlatként van, vendégeskedik most itt a Naturartnak az év természetfotósa 2014 kiállításából egy kis kiállítás, és hát további programok is lesznek még a látogató központban, például lesz idén is gombaismereti túránk az október hónap folyamán, nagy népszerűségnek örvend, a madarak karácsonya, akkor a téli madáretetésről, illetve madár etetőanyag készítése szokott lenni, úgyhogy érdemes a honlapunkat figyelni, www.kmnp.hu, hiszen hetente 5 új hír kerül fel mindig az igazgatóság munkájáról, meg általában a programjainkat is ott hirdetjük, illetve a Facebookon is fönn van a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság, ott minden programunk megtekinthető.